A nevem Vajda Krisztián Ferenc, és abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy szülővárosomban, otthonomban, Tatabányán indulhatok polgármester jelöltként a június 9-i önkormányzati választáson. Márciusban a Mi Hazánk Mozgalom Lakossági Fórumán ígéretet tettem rá, hogy közösségünk kimarad mindenféle politikai sárdobálásból, és egy érték- és programközpontú kampányra lehet számítani tőlünk. Ennek keretében bemutatásra került 12 pontból álló városi programunk melynek három legfontosabb elemét a közrend és köztisztaság helyreállítása, a tatabányai munkavállalók jogi tudatosságának erősítése és ingyenes munkajogi támogatása, valamint az önkormányzati bérlakásrendszer felülvizsgálata és új bérlakásépítési program jelenti. A bérlakásépítési programunknak nincs szociális vetülete, ennek egyetlen célja, hogy a 20 és 25 év közötti tatabányai fiatalok minél hamarabb meg tudják kezdeni a felelősségteljes önálló életüket. Tatabánya polgárai már régen megelégelték azt a folyamatos politikai sárdobálást és politikai cirkuszt, amivé a polgármesterasszony és a képviselőtestület közösen züllesztették le ennek a közgyűlésnek a működését. Ha megnézzük egyik vagy másik jelöltnek a kampányát, láthatjuk, hogy semmi másról nem szól, mint hogy a mi helyi önkormányzati választásunkba megpróbálják beleerőszakolni az országos pártpolitikát. Egyik fél sem beszél arról, hogy hogy szeretnék Tatabánya életét kiszámíthatóbbá, közterületének életét biztonságosabbá tenni, hogy próbálnák Tatabánya számára egy boldogabb, boldogabb, élhető város csinálni. Egyetlen egy dologra adnak választ, sőt, csak egy kérdést tesznek fel, az pedig az, hogy Gyurcsány vagy Orbán. Én Tatabányán nem csak polgármesterjelölt vagyok, hanem néhány politikai ellenfelemmel szemben választópolgár is. Ez azt jelenti, hogy azok a döntések, azoknak a döntéseknek a súlyát, amelyeket a városvezetés meghoz, azokat én épp úgy viselem, mint azok az emberek, akik itt élnek. És mint választópolgár mondom, hogy Tatabányának nincs szüksége olyan polgármesterre, aki nem képes semmilyen kompromisszumra és együttműködésre, egy olyan képviselőtestülettel, amelyet nem irányíthat kényekedve szerint kézi vezérléssel, mint egy vezérigazgató. Nincs szükségünk olyan polgármesterre sem, aki kizárólag kommunikációs és politikai célok miatt a folyamatos konfrontációt keresi a mindenkori magyar kormányjal. De tovább megyek, olyan polgármesterre sincsen szükségünk, aki a kormány meghosszabbított jobb kezeként, mindenféle önálló gondolat és intuíció nélkül csak végrehajtja azokat az utasításokat, amelyeket Budapestről leüzennek. Függetlenül attól, hogy a statabánya, illetve az itt élők érdekeivel összeegyeztethető, vagy azzal súlyosan ellentétes. Annak érdekében, hogy a tatabányai választópolgárok megalapozott és felelősségteljes döntést tudjanak hozni, ezért én, Vajda Krisztián Ferenc, a Mi Hazánk Mozgalom, illetve a tatabánya polgármesterjelöltje, nyilvános, programbemutató, polgármesterjelölti vitára hívom Szűcsné Posztovi Csilonát, Fekete Miklóst és Gál Csabát. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm, és természetesen a nyilvánosságot tájékoztatni fogom róla.